Városunk másik nagymúltú klubja az RCS-i szervezett felkészítő tábort a leendő utánpótlás számára, amelyet július 6-a és 10-e között látogathatott a 25 fős szivacs kézilabdás keret. A táborozók a 8-tól 13 éves korú gyerkőcök közül kerültek ki, akik már az év folyamán az edzése keretében megismerkedhettek a kézilabdázás alapfogalmaival. Idősebb Túri Tamás révén ezeket az ismereteket bővíthették tovább és élvezhették csapattársaik társaságát 5 napon keresztül a bázison, amelyet természetesen a múlt évhez hasonlóan most is a Bacakó Péter városi sportcsarnok jelentett. A menetrend szerint a délelőtti órák gyakorlatokkal, edzésekkel és játékkal teltek, míg a nap második részében jobbára könnyedebb, lazulósabb programok váltották egymást. A szerdai napon például a csapat egy kellemes fürdőzéssel és lubickolással egybekötött látogatást tett a ráckevei termálfürdőben, ahová a szülők is elkísérhették őket. Jutott szerep az apukáknak és az anyukáknak a pénteki zárónapon is, amikor az érdi csapat elleni mérkőzések után ők is pályára léphettek csemetéikkel szemben. A mókás jó hangulatú tábort oklevél átadás és egy kellemes hangulatú lángosozás zárta, ahol az elmúlt napok élményeit jól át lehetett beszélni.